is járt megint velem. Emlékezz, ahogy én emlékezem. Mi volt az az első film, amire emlékszik, hogy illusztrálta Ernő bácsi? Sajnos nem tudom megmondani, hogyha jobban készültem volna erre az interjúra, akkor beszereztem volna valamelyik lányomtól azt az árajánlatot, vagy árjegyzéket, amikben ezek az üzletben kaphatók voltak. Ezek, csak meg tudnám mondani, hogy melyik volt az, de fogalmam nincs. Több mint valószínű, hogy valamelyik romantikus. Én körülbelül vagy a 2 év vakációra gondolok, vagy a Münchhausenre, már nem tudom. Olyan témával indultam, emlékezetem szerint, de ezt egyáltalán erre nem lehet biztosan adni. Arra emlékszem, hogy az volt az alapállás, hogy ami nemzetközileg esetleg eladható. Értem. Ezért gondolom, hogy feltétlenül valamelyik olyan külföldi író munkájára tippelek, amelyik nem német. Természetesen akkor nem a Münchhausen volt a kort, számítsuk bele a kort. Értem. Maradtak fönn olyan filmek, például ma is forgalmazok még a Nyuszipista kalandjait. Erről mit tud mondani a Nyuszipistáról, amin generációk nőttek föl? Legszívesebben Kersánszki Jenő bátyámra Isten nyugtassa gondolok, akivel a legtündéribb dolg volt egy munkát együtt megcsinálni, mert roppant rövid idő alatt zajlott le. Elmondhatom persze, a Márvány mennyasszony. Kersánszki Józsi Jenővel beültünk a Márvány mennyasszony című igen frekventált vendéglő kert helyiségébe, és a második fél liter bornál készen volt az, amit te az előbb megemlítettél, hogy melyik volt az a képregény. A Jancsi a Csacsi. Nem képregény, hanem diafilm. Melyik volt az? Jancsi a Csacsi. Jancsi a Csacsi, igen. Hát ott volt egy poén, amelyik poént elő mindig kilovagoltam. Valaki fenékre esett, valaki, vagy egy kövér nő, vagy pedig valaki. Erre emlékszem, hogy azt kellett kihangsúlyozni mindig. Mondom, Jenő bátyám, hát találj már ki valami olyan fordulatot, ahol mondjuk senki se esik fenékre. Azt mondta, ez látványos. Mi a különbség grafikailag és művészileg egy hagyományos képregény, vagy amit mi képregénynek ismerünk, és egy diafilm között? Egy azonos méretű képi alkotás, amelyik megvan egy adott szöveg szerint pontosan, egy szövegben pontosan lerögzített helyzetet, szereplőket, figurákat és mozgásokat egy kompozícióban, egy méretben, mindig egy méretben létrehozni, szemben a képregénnyel, amelyik egy adott minimális mennyiségű területbe kénytelen a szöveg miatt egy oldalon belül, tehát nem képkockákat illusztrálni, hanem egy mindig oldalban gondolkodni. Tehát az oldalon belül, ahol van 3, 4 vagy 5 képkocka, már ezeket a képkockákat is meg kell tervezni, hogy egymáshoz való viszonyukban azt az egy oldalt, amit kitöltenek, azt valamiféle a művészetnek valamiféle látszatával, rendszerbe foglaljam legalább. Ez egy rettenetes nagy különbség, mert a képregényben egy oldalon több képkocka van, amelyikben esetleg időbeni ugrások vannak, helyszínbeli különbözőségek vannak, míg a diafilm egy önálló
tépi, egy képnek a megfestése tulajdonképpen. Tehát ahány kocka, annyi festmény. Így is fogalmazhatunk. Így lehet mondani. És az mindig egy helyen van, és nincsen benne szöveg, mert a szöveg alatta fut végig. Tehát a kép, egyik képkocka a másikkal nem konkurál, mint a képregényben. És milyen Ernő bácsi különböző témákat dolgozott fel, és milyen előtanulmányokat kellett folytatni, hogy mondjuk a Don Quixote-t, a Koldus és Királyfit, a Pál utcai fiúkat egyaránt megrajzolja. Mert ezek mind különböző ezek mind különböző korokat mutatnak be. Korokat, helyszíneket, házakat, interjőröket, jelmezeket. És jellemeket, emberi jellemeket. Na de egy egész apró részletet. A Don Quixote esetében beszereztem spanyol újságokat. Képes heti vagy havi folyóiratokat beszereztem. És ott felfedeztem egy gyönyörű, szép spanyol tájban szélmalmokat. Na most én jártam Spanyolországban, természetesen akkor már túl voltam ezen a témán, és akkor ott találkoztam a Spanyolországban, a valóságban azzal a szélmalommal, amit én meg akartam rajzolni, és amikor ez füzetben megjelent, akkor az akkori, nem akarom megnevezni az illetőt, szegény meg is halt azóta. Azt mondta, hogy ilyen szélmalom nincs. De mondom, édes öregem, hát én láttam azt a szélmalmot, egyáltalán nem hasonlít a dorozsmai szélmalomra. És a hollandi szélmalomra sem hasonlít, mert egy egész különös, háromszög alakú forgója van annak a szélmalomnak, amit sehol máshol, mint Spanyolországban látni nem lehet. Ragaszkodott én az rendes normál, de azt senki sem hiszi el, mert ilyen szélmalmot senki nem lát. Na, száz és száz ilyen is hasonló eset mutatkozott, hogy mennyire kell ragaszkodni egy adott témán belül a hitelességhez. Ennyit tudok mondani. És hogyan történt az, hogy Ernő bácsi igen sok klasszikus művet feldolgozott, illetve napi aktuális politikai történtekes, mint a Bodri és a többiek, akkor a Szűcs Dániáma, amelyek érdekes és kedves mesék, de az akkori élet hát úttörő történetei. Ezekről mit tud nekem mesélni? Hát azt mondja, a rajzolónak a lelkiismeretétől függ, hogy mennyire mélyed el a feladatban. Mennyire van hozzá kedve, mennyire van hozzá ideje, egyáltalában van-e hozzá neki, magának igénye, hogy azt adja, amit az író tulajdonképpen itt el akart mondani, mert egy Andersen meséhez, hát tulajdonképpen ismerni kéne Andersennek, ezt az egészen különös, speciális embernek az életét, hogy hogyan születtek az Andersen mesék tulajdonképpen, milyen lelki világa volt az írónak. Hát engem rettentően érdekel a Krúdi, aki kedvenc íróm, abban tökéletesen bele tudom élni magam, mert felvidéki vagyok, és gyerekkoromban azokat a figurákat, a Rezede Kázmértől kezdve végig, én itt azt lehet mondani, ismertem személyesen. Már a Móricz figurái, ha mondjuk a barbárokat veszed, azok fény évnyi távolságban vannak a Krúdi figuráktól. Ha most egy olyan kanász, bojtár, csikós figurát kell megrajzolnom, egy Móricz figurát, azok egész más arcok, mint a Krúdi arcai. A legjobb példa erre a Huszáriknak az alkotása, a Szindbád. Az
Krúdy világa volt. Na most az a rajzoló, aki ezt nem tudja befogadni, és nem tudja magáévá tenni, hogy az írót kell itt megjeleníteni, azokat a figurákat, amelyeket az író fantáziája szült meg, akkor az ne is fogjon hozzá ehhez. De ez az egész téma teljesen ellaposodott mára, ez ma már nincsen, szabvány figurák szerepel. Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk. Tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk. Mások játszanak, s mi lessük függöny mögül. Míg a régi-régi tangó hegedül. És milyen szerepe volt a filmeknek, képregényeknek a korabeli ifjúság nevelésében? Milyen? Rengeteg. El nem tudom mondani, hogy a két legjobb ifjúsági regény szerintem a magyar irodalomban az egyik az Egri csillagok, a másik meg a Pál utcai fiúk. A Pál utcai fiúk és az Egri csillagok az hihetetlen hatással volt a gyerekekre annak idején, hogy most milyen, azt nem tudom megállapítani. És milyen szerepet szánta Ernő bácsi a képregényeknek, illetve a diafilmeknek a gyerekek nevelésében? Mint információs szerzés. Rettenetes nagy szerepet. Rettenetes. És mindig kell lenni egy tanárnak, aki megmagyarázza magát, a művet a gyereknek. Mert a gyerek mindig rohan. Na most azon belül meg kell időnként állítani a gyereket egy-egy képnél, és meg kell neki magyarázni. És akkor ő vissza fog lapozni újra és újra, és annak a képregénynek az eredeti mennyiségét, tartalmát, minőségét, terjedelmét meg akarja ismerni. És ez annak a divatos álláspontnak ellentmond, amelyik a diafilm és főleg a képregény ellen neveli a gyerekeket, hogy az egy deklasszált műfaj. De hát most a képregényre ne térjünk át, most a diafilmnél vagyunk. A diafilm kép mint kép önálló alkotás, és ezt is meg kell külön állni és megmagyarázni. Felhívni a gyerekeknek a figyelmét azokra a részletekre, amikre önmagától, mert siet, éppen azért, nem tér ki, hogy az a köret, a garnírunk mennyire fontos. A gyerek a cselekményre kíváncsi. Ott mindig, pláne mióta a tévé ilyen borzasztó súllyal telepszik rá a gyerekre. Mert a tévében állna, lőnek és egyebek. Szóval a gyereket az izgatja, hogy mozgás, mozgás, mozgás. Na most egy diafilmben, ahol meg tud állni, és el tud merülni a részletek. A részletek nagyon fontosak. Én emlékszem arra, hogy az 50-es években több diafilmből képregény készült Németországban. Ha erről mondanál valamit. A keletnémetek segíteni akartak a szegény magyarokon. Ungarns Hilfe, magyar segítség címen kiadtak egy füzet sorozatot, amiben ők gyönyörűen átemelték az én diafilmjeimet. Füzetben megjelentették egy sorozatban. Mégpedig úgy, az volt a rettentő nagy üzlete az ifjúsági lapkiadóvállalatnak, hogy mi átadtuk az én eredeti rajzaimat, és ők adtak nem tudom én hány százezer példányban ilyen füzeteket, amiket ők nyomtak ki. Őnekik az volt a hasznuk, hogy megkaptak egy sorozat témát. A befektetés mindössze a nyomdai kapacitás volt, amit ők adtak. Mi viszont kaptuk ingyen a példányokat.
ez akkoriban, emlékezetem szerint 3 millió forintot hozott 1957-ben ideállott, ezzel húzta ki az Istenben boldogult Fonó Bandi, igazgatója volt akkor az ifjúsági lapkiadó vállalatnak, húzta ki ezt a vállalatot abból a csőtömegből, amiben benne volt. Játsszuk ma újra el, hogy mindenki másról beszél. Egy néhány hírfoszlányt hoz fülünkbe a szél. Játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játszunk megint, hogy az időre hályog tapad, hisz a tangó még ma is divat. Emlékezetet szerint milyen szerződéseket kötöttek a szerzők a grafikusokkal akkor a diában? Itt főleg a szerző jog érdekel. Szégyenletes szerződéseket, és akkor olyan helyzet volt, hogy a magyar grafikus gárda a béka alatt volt, teljesen, és mindenki rohant, hogy hogyan tudjon valami kevés pénzt vagy megrendelést ebben a csőttömegben, ami az 57-es, 78, vagy 57, igen, 57, nem mondjak valami szavarságot. A diafilm egy fogócó volt, mindenki rohant diafilmet csinálni. De éppen ezért, mert nagyon nagy volt a kínálat a grafikusban, az akkori diafilmgyártó vállalat vezetése csak úgy szórta ki, bevittél egy elkészült munkának a 20-25%-át visszadobták, újra meg kellett csinálni. És szégyenteljes anyagi feltételekkel, és azon kívül egy szégyenletes feltétellel, hogy a diafilmgyártó vállalat ugyanakkor, amikor megvette a rajzokat, olyan szerződést kötött, hogy magát a rajzot, a kép testet is megvette. Saját tulajdonát képezi a rajz maga. Ilyen nincs, ilyen rendelet soha nem volt. Értem. Mi volt az utolsó műved, amit készítettél, mint diafilmet, tehát erre a műfajra? Az utolsó műfajomat nem olyan régen csináltam, 4-5 évvel ezelőtt készítettem, akkor Benedek Elek Kolontos Palkó című gyönyörű szép meséjéből. Egy igazi jó, ilyen magyar népies, bolondos Palkó tulajdonképpen ezt jelenti ez a szó. Ez volt az utolsó diafilmem. Hát ezt most már igényesebben és mondjuk egy kicsit modernebben, bár ez még mindig messze van attól, amit kortárs művészetnek neveznek, mert ez egy egész más téma, ezt most talán hagyjuk is ki, hogy mi az, hogy művészet, mi az, hogy kortárs művészet, mi az, hogy tradicionális, és így tovább művészet. Művészet egy van. Egy darab művészet kapható. Gyerek, és játsz megint velem. Emlékezz, ahogy én emlékezem.